Üdvözlök mindenkit, Nákroklin vagyok. Um, jöjjön egy videó, ami arról szól, hogy az emberiség fakságai utolérik a videójátékokat, is, sajnos itt tartunk már 2015-ben, azt kell, hogy mondjam, és rögtön itt rögtön elmondom az elején, egy erősen plusz 18-as témáról fogunk beszélni. Ezt azért mondom, hogy plusz 18-as, mert úgy gondolom, hogy egy felnőtt embernek talán egy. Um, komolyabb véleménye van erről a dologról. Továbbá azon nézőim, akik érzékenyek azokra a pontokra, hogy megkülönböztetés, bármilyen szintű megkülönböztetés, tehát nagy az igazság érzetük, hogy emberek megkülönböztetnek embereket, és a természet megkülönböztet állatot és embert, és a többi azok a nézőim most kapcsolják ezt a videót, mert egy olyan témát fogunk érinteni, ami sajnos utolérte 2017-re a videójátékokat is, és ezáltal én legalábbis úgy gondolom, hogy tönkre egy egyediséget, amit a videójátékok képviselni tudnának, vagy tudnak. Mire gondolok itt? Nem tudom, hogy kifigyelte, de szerintem mostában ez egy nagyon érdekes hír. Az új Call of Duty körül zajló eseményeket. Az új Call of Duty-t bemutatták Londonban, nem is olyan rég, és rá egy napra a Polygonon, a Polygon az egy amerikai online újság leginkább, megjelent egy cikk arról, hogy a Call of Duty az politikailag inkorrekt, fasiszta, rasszista játék lesz, ami elnyomja az egyenjogúságot. Tehát röviden erről szólt a cikk, azt próbálta kiemelni, tehát a föld alá ásva a Call of Duty hírnevét azzal a kifogással, hogy a, még csak, csak azután, hogy, hogy csak a trélert látták ők is, tehát az egész világ csak a kod trélert látták, ők a tréler alapján, tehát a poligon írója a tréler alapján meghatározta, hogy a Call of Duty az egy és rasszista játék lesz, amely a fekete emberek és a nőket eltörli, a videójátékokból és a Londonban bemutatott események alapján úgy vélték, hogy csak fehér férfiak álltak kint a színpadon. Természetesen azt nem vették figyelembe, hogy utána ugyanúgy egy női kommentátor is kiállt a színpadra. Természetesen azt nem vették figyelembe, hogy a teljes bemutató alatt voltak különböző rasszokból emberek, és nyilatkoztak, tehát maguk a játék készítők volt ott fekete, volt ott nő, volt ott fehér, volt, ott mindenki, azt természetesen nem vették figyelembe. Nem tudom, hogy mire vélték ezt kiírni, ezt a, ezt a, ezt a cikket gyakorlatilag, de valószínűleg azért, hogy valamilyen módon valahogy akadályt állítsanak a Call of Duty népszerűségének. Természetesen egy nap múlva ez a cikk is került, mert akkor egy orbitális fasság volt, de a gamer társadalmon ment, mint olyat egy, egy, egy elég nagy ütést mért. Mármint úgy értem, hogy egy nagy vélemény kifejtést és megbotránkozást ért, hogy egyáltalán hogy lehet egy még meg nem jelent terméket, egy meg, még meg nem jelent termékről olyasmit írni, hogy milyen lesz mikor még nem láttak semmit belőle. A következő dolog ugyebár, és ami, ami, szintén nagyon idegesítő, az tegnapi videóban, tegnapi relatíve mikor nézed ezt a videót, szóval csináltam egy videót, ahol mondtam, hogy a kodvées YouTube, és a YouTube jelenleg azokat a kereső szavakat, amikben benne van, hogy VV2, World War 2, nem tudom, hogy a magyar régióra mennyi ez igaz, hogy második világháború, de valószínűleg igaz lesz. A lényeg az, hogy tiltja, magyarul nagyon nem fognak feljönni, tehát hogyha a másik világháborúra akarsz nézni videó, videót, nagyon rá kell keresni, mert a YouTube automatikusan nem fogja feldobni, és azok a videókészítők, akik ezzel a témával, a kapcsolatban akarnak beszélni, még hogyha egy Call of Duty-ról is van szó, a keresőben nem fog felbukkanni a videójuk, mert hogy a YouTube tiltja, továbbá a pénzkeresési lehetőséget is tiltja. Magyarul, amire az enged következtetni, hogy a másik világháború meg sem történt, és... Akár, akár, hogy akárhogy próbálják színezni, egyszerűen ki akarják törölni az emberiség a távol. nem is értem, hogy hova van. De, nem, még mindig nem értem el a, a, a téma csúcspontjához, és, és itt, itt, jön a legbetegebb dolog, Ugye nagyon jól tudjátok, hogy a horok kereszt, mint olyan, és most egy másik legháborús játékot fogunk készíteni. Ugye a horok kereszt, mint olyan egy tiltott szimbólum, a világnak több részét, de Németországban leginkább, érthető okokból, ugyebár, és emiatt ugye a Call of Duty World War 2 um, gyakorlatilag kitörölte utólag az összes horok keresztet a játékból, amit beleraktak. Na most ez megint csak egy olyan dolog, hogy a világ szemet akar hújni a fölött, hogy mi történt. Tehát most én értem, a világháború már egy kicsit rég volt, a másik világháború is. Most arra 2017-re még a Kampf is uh, újra nyomtatható lett. Tehát eljutottunk odáig, hogy a Menjkampfot újra ki lehet nyomtatni, de a világ még mindig fennakad azon, ha valaki kirak -e horog keresztet tehát OMG. Tehát azon, a, azon a ponton vagyok, hogy többnyire azon a híven elven vagyok, hogy uh, minél inkább szítjuk a különbségeket ember és ember között, a minél többször beszélünk róla. Tehát, hogyha a gyerekeink úgy nőnének föl, hogy nem beszélnénk arról, hogy ember és ember között van különbség, nem tudnák, hogy mi az, hogy fajgyűlölet, nem tudnák, hogy mi az, hogy megkülönböztetni, maguktól kellene mindent megtapasztaljanak, hogy mi az, hogy egyenlőség, nem egyenlőség, de nem előítélettel állnának a gyerekeink ahhoz, hogy, hogy nézd, az egy német, az egy magyar, az egy fekete, az egy kínai, ez egy nő, ez meg egy meleg. Szóval az igazság az, hogy ha nem teljesen úgy állnának hozzá, hogy ez egy tök természetes dolog, és az embert tanulnák meg különböző magát, az egyént tanulnák meg, hogy számukra szükség van-e az életben arra az emberre, vagy nincs szükség arra az emberre. De az emberiségnek természetesen minél többet kell beszélnie arról, hogy, hogy, ú, uh, mi lesz most a nőkkel, mi lesz most a ketékkel, mi lesz most a nem tudom kikkel, és ezáltal egyre-egyre nagyobb ellentétet szívva, uh, szítva gyakorlatilag, ember és ember között, még akkor is, hogyha egy békítő szándékkal beszélünk róla. Persze most én is beszélek róla. tehát Igazából azért beszélek róla, mert egy olyan témát érint, ami, amiről én is érzékem, ami, amit én szeretek, és aminek köze nem kéne legyen, hogy mi van egy videójátékban. A Call of Duty World War 2 például egy második világháború lesz. Lássuk csak, mi volt a második világháború, és most egy... Um, E kérdés merült fel a, Ko a Call of duty kapcsolatban, hogy lesznek-e nők ebben a játékban. Na most a Call of Duty, az, tehát gyakorlatilag a Slash Hammer games a válasz erre az volt, hogy igen, lesznek nők, a másik lekerül, még pedig francia ellenállás uh, fogják reprezentálni, tehát lesz játszható női karakter uh, a Call of Duty um, World War 2-ben, amivel ugye hát igazából semmi baj, és csak lássuk, hogy hova, hogyan lyukadtunk el eddig, ha egy kicsit visszatekintünk a történelembe, melyik Isten verte Call of Duty-ban, másik legháborús Call of Duty-ban lehetett játszani egy női karakterrel? Mert ha annyira akarták volna, le tudták volna akkor is modellezni. A probléma az ott kezdődik, hogy azóta és mostanra létezik most már egy olyan fogalom, hogy politikai egyenjogúság és ezért, és amint láthattak a Battlefield 1-ben is, nőknek szerepelni kell. Most ez nem egy nő ellenes dolog, nehogy arról beszéljek. Jó, hála Istennek szerepelnek nők a világháborúban, vagyis egy világháborús játékban, mivel, hogy valamilyen szempontból 98%-ot leszámítva 2%-a nő is, vett részt a másik világháborúban, kaptak katonai kiképzést, a többségük konkrétan harchoz, harcot nem látott, de fel voltak rá készítve, ha esetleg a férfi erőből kirohannának az országok. Például ez történt Kínában, történt Oroszországban. Oroszországban egy tank ezred, egy repülő ezred, és az oroszok, amire nagyon róla rájöttek, hogy a nők hihetetlenül jók, mesterlövész puszkával, ezért Mesterlövészeknek képezték ki őket, és nagyon-nagyon-nagyon durván jó eredményeket értek el a második világháborúban. Viszont uh, még egy másik érdekesség, egy francia uh, nő uh, a második világháború vége felé egy 7000 fős francia ellenállásnak lett a vezetője, mégpedig úgy, hogy uh, be, mikor elkezdett az ellenállásban harcolni, elfogták a németek, megszökött, átszökött Angliába, majd beállt Angliába a kémek közé, a kémekkel együtt vissza, gyakorlatilag vissza ejtőernyőzött, tehát ez így vissza ejtőernyőzött Franciaországban, és akkor visszaépült az ellenállás közé, és a vezetője lett ennek az ellenállásnak ez a nő. Szóval nem arról van szó, hogy a nők érdemei kevesebbek, mint a férfiak, nem például arról van szó, hogy a 90%-nak a férfiaknak valószínűleg a második háború során nem is látott nőt harcolni. Annyira ritka volt. Az, azon felül pedig uh, szó esett arról, ugye, hogy ugye még a poligon, például a poligon cikke szerint, hogy, hogy ugye, hogy hogy nem mutattak be nőket a tréleren, nem mutattak be fekete férfiakat a tréleren, de természetesen azt elfelejtették leírni, hogy hány zsidó család halt meg a, videó, a, a másik világháborúban. Természetesen arról megfelelkeztek leírni, hogy, hány, hogy, hogy, az Oroszországban hány embert halt meg a másik világháborúban, és úgy általánosan hányan haltak meg Magyarországról, Németországról, Franciaországról, Angliába. Mindenről elfelejtettek leírni, minden, minden sorsot elfelejtettek leírni, de a legfontosabb dolog az az volt, hogy legyen egy Na most mindezen dologban ez, ez, nem fel. Legyenek nők, természetesen, mert, 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 most már tényleg ott tart a világ, hogy, 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 nem, nem csukhatjuk be a szemünket e fölött. Tök mindegy, hogy mi volt, vagy mi nem volt akkoriban. Mert, mert van rengeteg lány gamer, szeretnének ők is játszani, jobban tudnak azonosulni. Viszont, ami gusztustalan téma ezen felül az, hogy ezt a propagandát felhasználni, ezt, ezt a gusztusan szólt, hogy politikai egyenjogúság, ami csak feszültséget szít az emberek között felhasználni arra, hogy videojátékok fölött befolyást szerezzenek bármilyen szinten is. Mivel hogy a videójátékok tudnának lenni, tudnának lenni Amazon. Öm, ö, Lényezők, vagy az amazon dolgok a világban, amelyik egy lehető pontossággal követnének végig egy történetet, és egy lehető pontosággal adnának át egy információt, egy történet például arról az adott éláról a másik világháborúról. Na most ennek fényében meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a Call of Duty World War 2 és a másik világháborús Call of Duty, de például ugyanebben a csapdában vo volt a Battlefield 1 is, tehát abban egy szerepelt nő, ami helyén való, de például berakták azt a női főszereplőt Battlefield 1-ben egy olyan közösségbe, tehát a közel-keleti közösségbe, ahol mindannyian tudjuk, hogy a nő, nőnek sajnos még nincs akkora szava, mint Európában, vagy Amerikában, vagy a világ általánosan többi részén, és nem tudom, hogy az mennyire lett, lenne, hogy is mondjam, történelmileg pontos, ami ott zajlott le a játék eseményei szerint. Szóval, ami, ami engem zavar az, hogyha valami, a videojátékok tudnának lenni valami olyasmi, amik olyasmit mesélnek el, ami szörnyű volt, természetes, a másik világháborút nem törölhetjük ki a múltunkba, a horog keresztet sem törölhetjük ki a múltunkba, ami megtörtént, megtörtént, nem, nem, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért kell az emberiségnek szemet húnnia a fölött, és hogy, hogy, hogy ez megtörtént. Azért, mert megtörtént, tanulnunk kellene róla, hogy ne forduljon elő még egyszer. Nos, röviden erről lett volna szó, és, és gyakorlatilag a jövőbe való jóslatom az az lesz, hogy olyan alternatív játékokat fogunk kapni, aminek egyszerűen már semmi köze nem lesz a történethez. A minőséghez, hanem a, csak az lesz benne a lényeg, hogy legyen benne egy nő, legyen benne valamilyen raszból, egy, nem, nem most már legyen benne mindegyik raszból egy, 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 egy férfi és egy nő, és minden színfajtából legyen benne egy férfi és egy nő, és a hangsúly nem arra fog menni, hogy egy minőségi történetet kaptunk, mert a gémereket ugvára nem érdekli, hogy milyen bőrszínnel játszanak a játékban. Nem arra fog menni, hogy egy jó történetek, vagy, hanem arra, hogy valamilyen aktivista csoportnak, vagy valamilyen újságnak nehogy kifogása legyen az ellen, hogy ebben nincsen benne az a fűszál, mert az a fűszál a szent az emberiségnek, és az a fűszál ezentől minden játékban benne kell legyen. Szóval a játékok Megeshető jövőben arra fognak fókuszálni, hogy, hogy hogy egyszerűen egyenjogúságot teremtsen a játékában, mert, mert valami hülye kritikus, minden percnél fogva, minden képkockánál fogva valami kifogás fog találni, hogy ez miért inkorrekt politikailag, és miért nem egyenlő valami. Nem mindennek kell egyenlőnek lenni a földön, és a videójátékoknak. Célja kellene legyen, hogy egy történetet mondjanak el, és kitartsanak az elveik mellett, és a történetük mellett, nem pedig uh, arra fókuszálni feltétlenül, hogy mi az, hogy egyenlőség, és mi nem egyenlőség. Senkit nem érdekel a gamer világon, legalábbis remélem, hogy senkit nem speciál. Én olyan magason leszerom, hogy női karakterrel, vagy férfi karakterrel, vagy zöld karakterrel, vagy, vagy piros karakterrel játszik, nem érdekel. A történetre szeretnék fókuszálni, és azt szeretném, hogy a történet megüssön, hatásos legyen, és, 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 és kemény legyen, és, és ha ez, az, ez nem adatik meg, akkor ki, ki fogja. Tehát tényleg egy olyan generáció fog felnőni, amelyik arra figyel a, a, a videojátékokban, hogy legyen benne piros és zöld karakter, és kék karakter, ki ne hagyjuk meg, hogy az az politikailag inkorrekt, hát így ember. Na, öm, egy kicsit, kicsit kemény volt a téma, öm, tudom, úgy érzem, hogy egy, egy föl kellett már kellett valahogy, valahogy ki kellett beszélnem magamból ezt a dolgot. Remélem, hogy senki nem értelmezi fél az üzenetet, hogy én itt fel nagyon a nők ellen lennék, vagy fekete, nem. A lényeg az, hogy pont az lenne a lényeg, hogy nem érdekli. Senkit nem érdekel, hogy, hogy milyen karaktert játszunk. Overwatch. A me melytől kezdve egészen Reinhardt-on át tök mindegy kivel játszom. Nem azért választom azt a karaktert, mert hogy az mely, vagy mert hogy az Reinhardt, vagy hogy mert hogy a, 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 a szimetra. Azért választom, mert annak a karakternek olyan adottságai vannak, amivel én szeretek játszani, és kurvára nem számít, hogy honnan jött, hogy néz ki, és és hogy, és hogy mit csinál. Egy számít, az szórakozás, az élvezet, vagy a történetnek a mélysége és a lényege, és ez az, amit elveszítettünk idővel. Ha visszamegyünk egy kicsit a múltba, öm, öm, Half-Life, Half -Life. csak, csak a Half-Life-ig. A Half-Life-ban nincsen sok, tehát az a, Half-Life-nek tör, a, half a története, ez a politikai nem, véletlenül nem inkorrekt, vagy vagy, 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 nem értem, vagy, vagy, ez, vagy az, előző Call of Duty akkor, akkor miért nem volt botrány akkoriban arról, hogy ebben nincsenek... Um, nem tudom, nők, kod, kod v, World War kem, mi a, most már nem tudok beszélni, szóval a kod 5-ben abban véletlenül, a, a, azzal nem volt a kapcsolatban, nem volt bot rá, hogy ott japán férfiakat kellett leszúrni, meg felégetni egy bajonettel, tehát most az lesz, hogy utána majd a lángszórót is kitiltják a másik lekábrus játékokkal, már hogy az milyen brutális, majd az lesz, hogy a Battlefield egy név valaki felszólal, hogy a mustárgászt, amit már úgy dobál az emberek, úgy dobálnak az emberek, az ki kéne törölni a játékból, mivel, hogy a másik második világháború után úgy határoztak, hogy egy olyan fegyvert, mint a mostárgás, soha többé nem fognak bevetni, annyira kegyetlen volt. És hát mit ad is, tehát törőjük már majd ki a a, 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 Battlefield egyből is, mert, mert, mert hogy ez, így ez, ez, ez nem mehet tovább. Szóval, és a végén, hát mondjuk Németország élen jár a cenzúrázásban, tehát ott, 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 volt minden. A Half-Life-nál például robotok voltak, akiket ölni kellett, nem nem, nem emberekt, igen, akkor a különböző ilyen második háborús játékoknál a piros vér helyez, zöld vér folyt az emberekből, Valami, tehát így, így élen járt olyan hülyeségeken akadnak fent, amiket igazából le kéne oktatni a, a felnövekvő generációnak, hogy figyelj, ez megtörtént, ez az, ami nem kellene újra megtörténjen, de az, hogyha az emberek nem tudnak róla, és úgy növekszik fel egy generáció. Akkor újra meg fog történni, mert nem tudnak róla. Hát akkor próbáljuk ki, mi lesz, ha ráadóvunk egy atombombát újra japánra. Szóval nem is értem. Tehát és, és azért beszélek erről így, mert a videojátékok az egy olyan jövő a felrekvő generációnak, amiből, mint nekünk, idősebbeknek volt a tévé, meg a filmek. Érted? Tehát mikor én kölyök voltam, filmet, néztem, és oh, 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 ez megtörténhet. És akkor megkérdeztem a szüleimet, és volt, amire azt mondták, hogy igen, volt, amire nem. Szóval egyes információkat, és van egy olyan, ami egyre több információt a feltörekvő generáció videójátékokból fog kapni, és hatalmas hangsúly lesz azon, tehát rajtunk felnőtteken azon, hogy tudatos, tudatosítsuk bennük, hogy ez, hogy, hogy, vannak dolgok, amik megtörténtek, és nem szabad újra megtörténniük, de azzal, hogy kitöröljük őket, az, azzal nem tesszük kevésbé megtörtént, csak előidézünk esetleg újabb problémákat. Szóval lehet, hogy egyszer ez még visszaüthet. Nos, srácok, most már tényleg befejezem macska mindazoknak, akik idáig elértek, és, és, nagyon kíváncsi vagyok, mit szóltok a témához. Szóval dobjatok egy macska a kommentbe, és a ti véleményeteket ezzel kapcsolatban mert, mert tényleg kíváncsi vagyok, és akkor esetleg, hogyha értelmes kommentek születnek, kitárgyalhatjuk egy következő videóban. Addig is, ha tetszett a videó, vagy ha egyet értesz velem inkább, úgy dobj egy lájkot. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!